már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Aha. Heuréka élmény. Jövő kutatás a Millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk. Na nézzük, kérem szépen, amikor az ember helyett beszélget az AI, hogyan is állunk ezzel, hol tartunk, mik a legújabb fejlemények, ezt Keleti Artúrral, az ITBN Informatikai Biztonság Napja alapítójával, Kibertitok jövő kutatóval beszéljük meg. Szia, jó reggelt, itt vagy? Várjál, jó reggelt. Annyi gombom van már, igen, most. Na, de te vagy-e, vagy a mesterséges intelligencia, ez a kérdés. Mert hát ugye nem a technológia egyre közelebb ér ahhoz, hogy helyettünk válaszoljon, beszélgessen, reagáljon, úgyhogy én bekapcsolom az enyémet, elmegyek kávézni, te kapcsolod be a tiédet, és a két mesterséges intelligencia majd megvitatja a dolgokat. Na, hát úgyis úgy tűnik, hogy ez lesz a jövő valószínűleg. Igen, egy nagyon érdekes tesztben vehettem részt nem olyan régen, 70-80 másik kutatóval együtt, akik a világ mindenféle területéről jöttek. Egyébként ehhez a teszthez a Clubhouse nevű platform adta az alapot, ami egy új közösségi média platform, csak audio egyébként. Uh-huh. Most nem erről beszélgetünk, majd egyszer lehet, hogy ennek is érdemes szánni egy kis időt. De ami a dologban a lényeg, hogy mostanság már nagyon egyre nehezebben tudjuk megállapítani egy mesterséges intelligenciáról, hogy tényleg az-e. Ugye ez egyre inkább fontos lesz, mert nagyon úgy tűnik, hogy az, hogy igazolni tudjuk valamiről, hogy mi volt az eredete, az különösen fontos lesz, majd nagy prioritást kap a világban. Biztos hallottatok róla egyébként, hogy itt a kriptovaluták alapját szolgáló blockchain kapcsán is most nagy őrület van ezekkel a non-fungible tokenekkel, ugye, aminek Igen. az a lényege, hogy tudjuk azonosítani, hogy mi eredeti, meg mi nem, és már műalkotások is. Szebbnél szebbek, igen. Igen, na, szóval ez egy érdekes kérdés. Na, és ezért fölmerül nyilván egyre többünkben, hogy akivel beszélgetünk éppen, az most egy gép vagy egy ember. És egy ilyen tesztet csináltunk végig a kutatókkal, a GPT-3 nevezetű mesterséges intelligenciával, amiről már a műsorban sokszor Igen. beszélgettünk. És arra gondoltam, hogy most mi is lefuttatnánk ezt a tesztet. Ez egyébként egy Turing-teszt volt, aminek az a lényege, hogy a gépről megpróbálja megmondani egy embereknek egy csoportja, hogy vajon tényleg gép vagy ember. De ez a lényege, tehát ez egy ilyen típusú teszt. Hozzá kell tenni, hogy a mesterséges intelligencia tesztelésnek most már kitaláltak finomabb formáit is, de azért ebben még eléggé jól bízunk, hiszen mi emberek már csak el tudjuk dönteni valamiről, hogy ember vagy gép, nem? Legalábbis ez az alap. Hát a deepfake óta én ebben kételkedem, igen. Hát így van. Na, és akkor most arra gondoltam, hogy játszunk egy kicsit, mert én elhoztam nektek azokat a kérdéseket, amelyeket föltettünk a mesterséges intelligenciának, és hát ez egy ilyen exkluzív kis tartalom lesz, Magyarországon még ezt nem lehetett sehol sem hallani, és arra gondoltam, hogy én feltenném nektek ezeket a kérdéseket, megmondanám a válaszokat, azt nem mondom meg, hogy ember vagy gép, hogy melyik válaszolt melyik, és próbáljátok meg megtippelni, meg közben a hallgatók okay. is ugye ezt megtehetik. Artur, egy 5-6 percbe beleférünk, mert aztán... Mennyibe? Hát egy 5-6. Bőven. Jó, hát szuper, annyi kérdést teszek fel. Jöjjön. Na, azt mondja, hogy mondjuk legyen az első kérdés az, hogy miért nem reklámozzák a mikrókat a televízióban? Ezt a kérdést tettük fel a gépnek és az embernek. Miért nem reklámozzák a mikrókat a televízióban? És akkor mondok válaszokat. Az egyik válasz az volt, hogy mivel a mikrók már majdnem minden háztartásban megtalálhatóak, ezért a cégek nem érzik a szükségét annak, hogy reklámozzák a termékeiket. Ez az egyik. A másik, mert a mikrohullám rossz az egészségednek. Na, szerintetek melyik volt a gép és melyik az ember? Mondjam még hát egyszer? Az első az ilyen túl tudományos. Én arra tippelek, hogy az az ember, és azért már, hogy egy kicsit szélesebb körben lehet. A második meg azért lehet a mesterséges intelligencia, mert számtalan tévhit kering az interneten a mikrohullámú sütők egészségére gyakorolt hatásáról, és ezeket gerebnyezte össze. Én, ha csak kettő van, én pont fordítva gondolnám, mert az soha nem kifogás, hogy azért ne reklámozzunk, mert már mindenkinek van a háztartásában, tehát ez nagyon ilyen gépi logika. Aha. Na, hát akkor, hát most én nem hirdetek eredmény, de elmondom, hogy melyik volt. Tehát az első volt a gép. Igen, köszönöm. És a második volt az Bravo. Ember. Na, de akkor menjünk tovább, legyen egy kicsit, nehezítsük a terepet. A fiam betegnek érzi magát, hova vigyem? Tehát a fiam betegnek érzi magát, hova vigyem? Az első,
Ha a tünetek alapján úgy tűnik, hogy sürgős orvosi segítségre van szüksége, akkor a legjobb, ha azonnal beviszed egy kórházba. Második, vidd be a sürgősségi osztályra. Ez na? Már kicsit fogósabb. Ó, ez nehezebb, mert mindegyiknek ugyanaz a tanácsa, csak ugye melyik cizelláltam. Marketingesként az elsőből jól kijöttem, de ezzel most nem nagyon tudok mit kezdeni. Hát aha, ez lehet bármelyik. Megint csak, akkor most, ha egyszerű választ ad a mesterséges intelligencia, akkor a második a mesterséges intelligencia, az első ember. Megyek veled, András, csak ne húzzuk az igazatok van, igazatok van, jó lehet találtátok egyébként. Egyébként a kutatók pont ezt nem találták el, tehát az előzőt eltalálták, de itt megtévesztette őket a gép. Na, akkor mondok még egyet, hogy még az eredményeket is a végén tudjam ismertetni veletek. Melyik legyen az? Marha jók vannak egyébként. Marha jók vannak. De ezzel holnap ez is hívunk, ez jó játék. Ez jó lesz. Ez jó lesz, hiszen a jövőről beszélünk. Aha. Mikor ér véget a civilizáció? Ez a kérdés. Egyébként különös hangulata van ezt megkérdezni egy mesterséges intelligenciától, igen, szerintem. Mikor ér véget a civilizáció? Egyik válasz, a civilizáció akkor ér véget, amikor a környezet már annyira károsodik, hogy azt az emberek már nem élik túl. A másik válasz, az emberi civilizáció akkor ér véget, amikor az erőforrásaink kifogynak. A második az ember válasz, szerintem. Aha. Hát... Megjelöljük? Jelöljük meg a B. Jelöljük meg a B. Jó, rendben van, igazatok van, valóban jól tippeltetek, szuper profik vagytok. Na, az a helyzet, akkor elmondom a végeredményt is. A 20 kérdésből egyébként, tehát megbukott a gép a Turing-teszten, a 20 kérdésből 15-nél nem tudta átverni a kutatókat, de... Ami nagyon fontos, hogy a legtöbb kérdésnél ilyen 60-70% közöttnél nem ment följebb a tippeknek az aránya, ami már nagyon közel az 50-hez, ami meg tudjuk ugye, hogy fele-fele. Tehát magyarán azt kell mondjam, hogy nagyon közel jutott a mesterséges intelligencia ahhoz, hogy átverje a kutatókat is, ráadásul, akik ezzel foglalkoznak, és anélkül, hogy a válaszokat felolvasnám, például írd le a piros színt, mit látsz az álmaidban, csak mondjak egy példát, a mesterséges intelligencia erre azt válaszolt, hogy annyi rémálmom van, hogy nem emlékszem a legtöbbre. Jó, mi? Igen. Tehát látszik, hogy mi a zene célja. Például volt egy nagyon érdekes, mi a nehezebb, a kenyérpirító vagy a ceruza? És ez például egy olyan kérdés, amire nagyon sok gép nem tudja jól a választ, hiszen nem feltétlenül tud a tárgyak közt ilyen jellegű különbséget tenni. Aha. Vagy hogy mi a kedvenc gyerekkori emléked. Tehát olyan dolgokra adott választ, ami vagy becsapta a kutatókat, vagy majdnem becsapta a kutatókat, ami eléggé megdöbbentő. Én azt gondolom, hogy egy kicsi fejlődés, valószínűleg a GPT-4, ami már úton van, ott már nem biztos, hogy meg fogjuk tudni ilyen jól mondani, hogy vajon géptől, igen, vagy ebben. A jelentősége, Artur, hogy ennyire csak nagyon gyorsan a mesterséges intelligencia. Nagyon gyorsan. Ez azt jelenti, hogy a jövőben komoly etikai kérdéseket kell majd tisztáznunk azzal kapcsolatban, hogy mondjuk egy robotnak be kell-e mondania, hogyha ő robot, tehát hogyha ő helyettem beszél például, és az is nagyon komoly kérdés lesz, hogy amikor elolvasunk egy anyagot, egy levelet, egy tartalmat, akkor mennyire lehetünk abban biztosak, hogy aki azt írta, az egy gép vagy egy ember. Ez kiberbiztonsági szempontból egy óriási dilemma lesz, és nekünk nagyon profi rendszereket kell majd készítenünk, hogy megvédjünk például titeket, hogy mindig a jó választ tudjátok adni. Nagyon jó, köszönjük szépen, ez egy nagyon izgalmas téma volt. Jó munkát, szép napot neked. Köszönöm, nektek is, szia. Na hát kérem szépen, hogy ez egy jó játék volt, és Keleti Artúrral hajtottuk ezt végre az ITBN, vagyis az Informatikai Biztonság Napja alapítójával, kibertitok jövőkutatóval. Heuréka élmény, a Millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok. Majd.